Ticsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre kell Kedves hallgatóink, Önök a Hit Kapuja című hitvédelmi műsort hallják majd a következő órában Székely János Püspök atyával és Kindelman győzővel. Ilyen hideg, havas téli délutánon bizonyára jó lesik a fűtött szobában, annak akinek persze ez megadatik, helyezzék hát magukat kényelembe, akár a cserépkájha mellé ülve is, és hallgassák a Mária Rádiót, és próbáljanak együtt gondolkodni a hitünkről a műsorvezetőkkel. A hitvédelem nem csak arra való, hogy vitatkozni tudjunk másokkal közérben vagy a folyosón, hanem arra is, hogy saját magunk is tisztában legyünk mindazzal, amit hiszünk. Vagyis, hogy tudjuk, miben különbözik a mi hitünk más vallásoktól, más világnézetektől, és mint egy így felvértezzük magunkat a kételjek, vagy ami még rosszabb, a hitehagyás ellen. Az elmúlt adásban általánosságban összehasonlítottuk a különféle vallásokat a kereszténységgel, és próbáltuk bemutatni, hogy miben több, miben más a kereszténység, mint a többi vallás. Tehát mi az, ami miatt felette állami hitünk más vallásoknál. Püspök atya, foglaljuk össze néhány szóban, hogy mire is jutottunk az elmúlt beszélgetésünk során. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A Hitkapuja című műsorban egy utat próbálunk bejárni, tehát kicsit logikus lépésekkel közelítünk a keresztény hitnek, a keresztény életnek a központi igazságai felé. És kezdtük a műsort azzal a nagyon általános kérdéssel, hogy egyáltalán miért is fontos az élet értelmének a kérdését és a hit kérdését föltenni, és megállapítottuk azt, hogy, hogy az emberben egy kiírthatatlan vágy van a teljesség után, azután, hogy a léttünknek az értelmét keressük, az okát, a célját. Enélkül az ember nem tud egész és teljes életet élni. Tehát a kérdést föltenni az emberségünkből, a lelkünk legmélyén levő szomjúságból fakad, nagyon is természetes, ahogy Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket, Istenünk. Beszéltünk ezután az Isten titkáról. Arról, hogy a, a világnak a világban levő rendnek és szépségnek kell, hogy legyen oka. Magától nem lesz a semmiből valami, magától nem lesz a kevesebből több az élettelemből élő. Azoknak a lét többleteknek, amik megjelentek a, a törzsfejlődés vagy a, az evolúció, az, az élet kialakulása során, ezeknek kell, hogy legyen egy elégséges oka. Az ember ilyen módon is, illetőleg a saját legmélyebb tapasztalata alapján is eljut a teremtőnek, a föltétlen létnek, az Istennek a fölismeréséig. És így jutottunk el a vallásokig. A vallások bizonyos értelemben az ember Isten keresésének az útjai. Különböző társadalmakban, különböző kultúrákban másféle módon az ember kifejezte a szomjúságát, az Isten után a keresését, az életértelmére adott válaszokat. Fölfoghatók a vallások, esetleg úgy, ahogy az egyik ö, interjúban megkérdezett ö, hallgatónk el is mondta, mintha egy nagy hegyre fölvezető sokféle út lenne. Különböző utak, de egyetlen helyre, egyetlen célpont felé vezetnek az Isten felé, ugyanazt a titkot próbálják sokféle módon megközelíteni. Azonban az Isten és ember kapcsolatnak nem csak ez az oldala van, sőt nem is ez a legfontosabb oldal, hogy az ember nagy nehezen keresi Istent. Még fontosabb az, amiről még igazán nem beszéltünk sokat, ezt csak éppen megemlítjük, hogy az Úristen keresi az embert. Az ember a maga erejéből Istenhez nem tud eljutni. Őt a maga valóságában nem tudjuk megtapasztalni. Ezért a Teremtő próbál hozzánk közel jönni, hogy megtapasztalhassuk, fölfoghassuk a térben és az időben, megjelenik jeleket, hagy megszólal, közli önmagát. Vagyis nem csak az ember keresi az Istent, hanem még inkább Isten keresi az embert. A kinyilatkoztatott vallás, a kinyilatkoztatáson alapuló hit, ami az Ószövetség hite, illetőleg ennek a teljessége a kereszténység, ez pontosan ezt tartalmazza, ezt a kincset, Isten közeledését. Ezért a kereszténység nem egy a sok út között, hanem maga az út, ahogy Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut az Atyához csak általam. Tehát az a fajta vallás, aminek a lényege nem az, hogy az ember keresgéli az utat, hanem hogy Isten megtalált minket a kereszténységen kívüli számtalan út közül most kettőt, nevezetesen két világvallást, külön is nagyító alá veszünk mai műsorunkban. Pontosabban az iszlámot és a buddhizmust, hogy lássuk, miben is hasonlítanak és miben különböznek a kereszténységtől. A legfiatalabb monoteista, vagyis hát egyisten hívő vallás az iszlám. Az Elmúlt években egyre több hír jutott el hozzánk arról, hogy a világ különféle pontjain a keresztényeket hogyan üldözik, és hogy ezen üldözések a statisztikák szerint leginkább az iszlám országokban történnek. Ez nem jelenti azt, hogy eleve el kell ítélnünk egy vallást, vagy ezt a vallást, vagy hogy ezek az emberek eleve agresszívek lennénk, de például tény, hogy a, az iszlám sokkal jobban ellenzi például a vallásközi párbeszédet, mint más vallások. Meg kell említenünk azt is, és ez egy statisztikai jellegű adat, hogy az iszlámból térnek meg a legkevesebben a kereszténységhez, viszont világszerte az iszlámhoz csatlakoznak a legtöbben. Ez bevezető gondolatonként csak azért mondtam el, hogy hátha talán ezek támpontot adnak a, az iszlám hitvilágához. Mivel is magyarázható ez a siker? Tehát mit teszi az iszlámot sokak számára a világban ennyire vonzóvá? Ha egy szóban akarnák meghatározni, és ez lehet hogy csak a magánvéleményem, majd püspökatja kijavít, hogyha nem így van. Tehát az iszlámnak van egy nagyon nagyfokú egyszerűsége, hogyha. Ö, ö, képszerűen akarnám megfogalmazni, akkor azt mondom, mintha ahol létrejött az iszlám, az arab sivatagnak azt a puszta egyszerűségét próbálja meg visszatükrözni. Nincsen bonyolult teológiája, nincs nagyon bonyolult erkölcsi tanítása, és folytathatnám a sort, még azt is mondhatnám, hogy bizonyos értelemben az iszlám a keresztény hitrendszernek egyfajta leegyszerűsítése. Most itt az erkölcsről beszélek inkább. De egy másik értelemben az iszlám meg is toldotta még a keresztény. Ha fogalmazhatok így, ugyanis ahogy a kereszténység kiteljesítette Jézus által az Ószövetséget az Új Szövetséggel, úgy ők is hozzáadták az Ószövetséghez a Koránt, tehát a maguk szentnek tartott könyvét. Elfogadják, hogy a zsidó profétákat Isten küldte, valamint azt is vallják, hogy Jézus elmélyítette ezeket a profétai kinyilatkoztatásokat, csak hogy tökéletessé, ahogy ők vallják, Mohamed tette mindezt. Ő mondja meg ugye, hogy hogyan kell, szerintük, hogyan kell megélni Jézus etikáját, hiszen Jézus csak egy puszta embernek tekintik, amolyan mondjuk így, hogy erkölcs tanítónak. Püspök miben hasonlít az iszlám a kereszténységre, és mik a hitünk számára alapvető különbségei? És mondjuk, hogyha néhány szóval még belefér a műsorunkba, azért az iszlámot magát is mutassuk be. Egy nagyon összetett és nagyon bonyolult valóságról van szó, amikor az iszlámról Beszélünk, és egy ilyen műsornak a, a keretét ez teljes mértékben meghaladja. Rengeteg kincse van ennek a, a vallásnak, vannak misztikusai, vannak vértanúi, vannak szerzetesei, gyönyörű művészet született a, az iszlámból hatalmas kultúra teremtő ereje volt, akár Hispániában, de, de sokfelé a világban, tehát egy nagyon gazdag valósággal állunk szemben. A keresztény embernek a hozzáállása egy másik valláshoz mindig elsősorban a, a tisztelet és a párbeszéd, a pozitívumok keresése. Ezt fogalmazza meg a II. Vatikáni Zsinatunk is, amelyik a Nostra tehát az egyháza mai ö, ö, vallásokkal való párbeszédében erről a témáról szóló dokumentumában hosszasan szól az iszlámról, és elsősorban az értékeit emeli ki. Fölidézi például a zsinat, hogy Ábrahámot, mint a hit atyát tiszteli az, az iszlám, Ibrahim, szintén a, a hitnek a legősibb tanúja, az első muzulmán, aki az Úristennek a követője lett, a bálványokat elutasította. Krisztust profétának tartják, bár nem a legnagyobbnak, Mohamed a proféták pecsétje, Krisztus csak egy a sorban. Nagyon érdekes az iszlámban, hogy hisznek Máriának a szűzi anyaságában, és tisztelik is a szűzanyát. A Szentföldön több ilyen kicsi szentélye is van az iszlámnak, ahol kifejezetten Krisztus édesanyját, a szűzanyát tisztelik az Istent, mint mindenható és irgalmas Istent vallják, mint teremtő Istent, mint olyan Istent, aki szól, mint aki erkölcsöt, parancsokat ad és ítéli a világot. Tehát nagyon sok alaphasonlóság van, és az, ami, az amit itt mondtál, hogy mennyire egyszerű, ebben én azt gondolom, hogy tehát nagyon sok igazság van ebben, van benne Szinte szándékosság is Mohamed részéről, hogy egy egyszerű vallást adjon, amit könnyen el tud fogadni akárki. És mind a mai napig az iszlámnak ez egy érdekes ereje is. Afrikában például gyakran megtörténik, hogy egy-egy törzsben mondjuk elkezd terjedni az iszlám, és amit ők kérnek, az pusztán annyi, hogy az öt alapigasságot valaki elmondja, azt vallja, és akkor tól ő muzulmánnak számít. Tehát akár egy öt perc alatt meg is történhet, nem kell hozzá hosszú hitoktatás. És sok helyütt az illetőt, aki áttér, nagyon hosszan segítik is. Tehát például a ház előtt megáll a terrautó, egy zsákrist minden hónapban letesz. Tehát nagyon könnyű az áttérés, és nagyon nagy erővel próbálják ezt segíteni. Az iszlám vallás Mohameddel kezdődik, és egy kicsit az ő életét is meg kell érteni ahhoz, hogy a magát az iszlám hitet megértsük. Mohamed 570 tájékán született Mekkában, és egy nagyon vallások iránt érdeklődő ember volt, aki férhez ment, illetőleg, tehát bocsánatot kérek, tehát ő Azért fogalmazok nehezen, mert ő tulajdonképp szolgája lett egy nála sokkal idősebb asszonynak, Hadidzsának, egy, egy gazdag ö, asszonynak, és tulajdonképp Hadidzsá ö, javasolta, vagy vetette föl aztán Mohamednek a házasság gondolatát, de köztük egy nagyon nagy korkülönbség ö, volt. És Hadidzsá egyrészt a javainak a főkereskedőjévé tette ö, Mohamedet, illetőleg a vallási keresésében is támogatta őt. Ilyen módon Mohamed nagyon sok felé eljutott, tehát kereskedelmi utakon, sokfelé felé Szíriában és másút járt, és sokfelé a vallások iránt érdeklődött, kérdezősködött keresztényektől is. Hadidzsának ugyanis voltak olyan unokatestvérei, akik keresztények voltak, illetőleg Mekkában voltak keresztény rabszolgák. Akiktől sok mindent hallott a keresztény hitről, főleg Afrikából, etiópiából, a elhurcolt rabszolgák. Igen gyakran nem a kereszténységnek a fő csapásából voltak, hanem nestoriánusok, gnosztikusok, különböző szektáknak. A, a hívei ez is magyarázza, hogy, hogy Mohamed, amit ő hallott, abból próbálta a koránban összerakni. A Noé történetet, Jónás próféta történetét, Mózes, stb. Tehát hallotta ezeket a történeteket, de érdekes módokon, tehát ő sajátos kombinációban hozza ezeket a történeteket. Nagyon érdekes az is, hogy hogyan képzeli el az iszlám a korán megszületését. Nagyon hangsúlyozzák azt, hogy Mohamed írástudatlan volt, a történeti tények részben úgy néz ki, hogy ennek ellent mondanak, tehát valamicskét ő tudott írni, olvasni, de alapvetően tényleg ő hallomásból ismerte ezeket a történeteket, és benne állt össze egy ilyen nagyon érdekes kavalkáddá, amiből aztán a, a, korán születik. Mohamed tehát érdeklődik a vallások iránt zsidóktól is, kérdezés keresztényektől is. És a nagy álma egy, egy közös, egy egyszerű közös vallás. Ezért is kezdetben nagyon nyitott a zsidóság felé is, főként a zsidóság felé. Medinában egy nagyon jelentős zsidó közösség élt ebben az időben. 610 körül aztán Mohamednek látomásai, vagy különleges vallási élményei vannak, ő gyakran van külön, egy barlangban imádkozik, és ott érik őt ilyen különleges élmények, amik az egész életét ettől kezdve végig kísérik általában nagy látomások után ilyen testi rázkódás is végigment rajta, kihűlés, láz, tehát ez fizikailag is meglátszott rajta. Az első látomást ő úgy írja le, hogy a látóhatáron megjelent neki valami nagy fényesség, akit ő így nevez meg, hogy Gábriel angyal, aki ülő alakban jött hozzá közel, és így bízta rá, hogy a, az arabok profétája legyen Istennek a végső profétája. Tehát lassan így kombinálódik össze Mohamedben a vallási élmény, a sok hallott dolog, és a maga által lassanként kitűzött irány, ebből születik meg az iszlám hit. Az is nagyon érdekes, hogy a, a régi arab vallásosságból is ő sok mindent átvesz. Tehát az araboknak a sok Isten hívő mitológikus vallásából innen származnak, például az úgynevezett sátáni versek, amit a Koránból később kihagytak. Kb. 20 ilyen kihagyás van, ahol módosult a Korán szövege, de tudjuk mind a 20 kihagyást, ugyanis maradtak fönn erről is dokumentumok. És a leghíresebb ilyen sátáni vers, ahol Allaknak három lányát, tulajdonképp három istennőt említett meg Mohamed, egy ilyen nagyon korai kinyilatkoztatásban, és mondta, hogy ők nagy közben járok, mint mennyei hattyúk, így ábrázolta őket, akiknek a közbenjárását érdemes kérni. Jelenleg a koránnak a hivatalos szövegében ez nem szerepel, hanem egy kicsit módosítva úgy szerepel, hogy ezek csak nevek, nem igazi e, istenségek. Tehát belejátszik nyilván neki ez a kicsit babonás e, arab hit is, ezeknek a az összegzéséből születik az iszlámnak a hite. Egy ilyen szintén régi arab hagyományból maradt eleme az iszlámnak, a kába köve és a körülötte való kultusz illetőleg tisztelet. Ez egy különleges fekete, valószínűleg meteor kő volt, amit az arab törzsek megkában tiszteltek. És e egy hatalmas szentély épült ki, bálványistenekkel teli, és Mohamed kezdetben a bálványistenek ellen prédikált, tulajdonképpen emiatt is válta a helyzete tarthatatlanná Mekkában, és emiatt hagyja el Mekkát néhány tanítványjal együtt. Ez az iszlám időszámítás kezdete is, mi így nevezzük magyarul, hogy Mohamed futása. És nagyon érdekes, hogy amikor visszatér, késő visszafoglalja Mekkát hadsereggel 630-ban, és nagyon sok ellenfelét ki is végzi, illetőleg megküldi a hírt, hogy vagy elfogadják az új hitet, vagy a többi törzs ellen is indul a szent háború. Amikor visszatér, akkor a, a kába kövét beveszi a hitvilágába, és azt mondja, azt mondja hogy ez az a hely, ahol Ábrahám, Ibrahim föl akarta áldozni a fiát, nem Izsákot, mert a választott, az igazi kiválasztott nép nem a zsidók, hanem az arabok, tehát az arabok ősatják Izmaelt így, így magyarázza ezt a történetet. Tehát ilyen módon kerül bele a kába köve is az iszlám hagyományoknak a körébe. Ez tehát akkor a történeti háttér, és ezzel indult ugye az iszlám vallás. Aztán az összes kulturális és egyéb pozitívum mellett egyszer csak több száz évvel később jöttek, akik már számunkra is számottevő jelenségé váltak, az oszmán törökök, akik elhozták mondjuk így, hogy igazándiból és nagyon-nagyon harcosan Európa, és hát a kereszténység számára az iszlámot. És itt már azért egy nagyon komoly, hát nem csak csak ö, ö, fegyverek szintjén megnyilvánuló, hanem szellemi szinten is megnyilvánuló különbözőség kezdett felszére kerülni. Tehát itt a két világnézet, a keresztény és a, a, az iszlám kezdett összeütközni. Mi az, ami, mi az, ami az alapvető különbség? Az iszlámnak a, az Isten képe a mindenható, a hatalmas, a végtelen Isten ezt kiáltja a műezin az imádság elején, hogy Allahu Akbar, Allah a leghatalmasabb. És maga ez a szó, hogy iszlám, azt jelenti, hogy alá vetni. Alá kell vetni a világot az Istennek. Ez a, a, nagy eszménye az iszlámnak, hogy mindenki vagy jó szándékkal, vagy erőszakkal, de mindenki hajtsa meg a derekát a hatalmas Isten előtt. Mindenki őt imádja. Ez a nagy eszmény, amit euh, Mohamed szeretne megvalósítani. És hát emiatt az iszlám Jézusnak a gyengeségét fogalmazza meg. Ők azt mondják, hogy, hogy Jézus bizonyos értelemben az Istenre gyalázatot hozott. Egy, egy híres mondás az iszlám hagyományban, Krisztust egy gyalázatot hoztál az Istenre. Mert benne az Isten ügye elbukott. Vagy ez is egy, egy nagyon híres iszlám hagyomány, azt mondja, hogy a végső napon Allah a keresztet össze fogja törni. Istenhez egy, egy ilyen proféta, aki elbukott, akit ö, gyalázatos módon keresztre feszítettek, egy ilyen proféta nem méltó, Isten győztes. Mohamed tehát ezt a végtelenül hatalmas Istent hirdeti. Akinek az akarata mindenek fölött áll, és minden ö, körülmények között ezt meg kell tennie az embernek. Van ebben a hatalmas Istenben valami gyönyörű, és van olyan, amiből tanulni is lehet, de van benne valami félelmetes is. Például egy kórházban mondjuk igen gyakran megtörténik, hogy egy egészen fiatal ö, valaki megbetegszik, meghal. És néha döbbenetes azt látni, hogy mondjuk a feleség, aki ott van a férje e, holteste mellett, ahogy meghalt a férje, szinte teljesen könnyek nélkül, föláll, azt mondja, hogy Allah így akarta. És eljön. Nem káromkodik, nem kérdez. Tehát van ebben valami döbbenetesen szép és erős, hogy, hogy elfogadják az Isten akaratát szinte vakon. De van ebben valami félelmetes, és teljesen eltűnik az ember szabadsága. Allah hatalmas, és ezt vakon el kell fogadni. És hát belefogalmazódik a korámba az Allahért való harc is. A dzsihád, a háború, ami jelenti nyilván önmagunkban is a rossznak a leküzdését. Tehát ez nem csak egy külső háborús, talán nem is elsősorban, de sajnos ezért nyilván ezt is jelenti. A kilencedik szúrában például ezt olvassuk: vonuljatok hát harcba! szálljatok harcba Allah útján. A 22-es szúra ugyanezt ismétli, szálljatok harcba Allahért. Vagy azt olvassuk, proféta száj harcba a hitetlenek ellen, légy kemény velük, gyehenna lesz a lakhelyük, szörnyű sors. A második szúrában pedig azt olvassuk, harcoljatok Allah útján, öljétek meg őket, ahol csak rájuk lehetek. A megkísértés rosszabb, mint az ölés. Harcoljatok, amíg nem lesz több megkísértés, és míg a hitvallás csupán Allahé lesz. Vagyis, amíg más hit már nem lesz, nem lesz ami kísértsen, csak egyetlen hit lesz a Földön. Tehát van ebben valami félelmetes, ahol eltűnik az ember szabadsága, eltűnik a, a másfajta hitnek a, a lehetősége. Ez is egy nagyon nagy probléma az iszlám-keresztény párbeszédben, hogy hagyományos muzulmán országokban az, hogy egy, egy muzulmán hívő áttérjen kereszténynek, ez teljesen elképzelhetetlen. Tehát ezt a törvény bűteti. Nekem volt olyan szalézi ismerősem, én Szentföldön tanultam, iszlám környezetben. Volt olyan ismerősem, aki Irakban született, muzulmán családból, és ő keresztény lett, és nem csak ő menekült el, hogy megnevéljék, hanem a szüleit is áthozta, mert attól félt, hogy még őket is bántani fogják. Tehát van ennek sajnos egy ilyen félelmetes és embertelen oldala is. Tehát akkor itt már ugyan nem kimondva, de a párhuzamot felismerjük, a mi keresztény istenképünk és az iszlám istenképe között az egyik ugye a, az atya, kép, Tehát amikor mi Istent Atyának nevezik, azért ő náluk ez egészen másfajta módon nyilvánul meg. Itt az előbb a múlcsor elején említetted az, az irgalmas Istennek a képét, de azért valahogy ebből, amit elmondtál nekem, nem teljesen ez nyilvánul meg. És a harmadik ugye ez a szeressétek egymás parancsal, amit mi nekünk Jézus fő parancsként adott, az ő náluk egészen másfajta dimenziót nyer. Tehát lehet, hogy egymás között, egymás segítik mondjuk, az előbb hogy mondtad, hogy rist hoznak nekik, de az csak még az áttérés miatt. Jó, mindegy, de melyek ezek a különbségek akkor még, amit esetleg itt mondjuk csak vegyük az Isten képet, megnyilvánul a két hit között? Igen, tehát összefoglalva biztosan lehet ezt látni, hogy a, az iszlámnak az Isten képében van egy ilyesfajta torzulás vagy túlzás, amiben az ember szabadsága nem fér bele, de benne van, ahogy említettük, az irgalmas Isten is. És én mindig a, a úgy szoktam ezt magyarázni, megérteni, hogy a, az ember szíve erősebb, mint a rá ráerőltetett ideológiák, vagy vallások, vagy hagyományok. A, a régi keresztény szerzőink így fogalmazták meg, hogy a lélek természete szerint keresztény. Tehát belénk van írva az Isten arca és az ő törvénye. És ez néha erősebb, mint egy vallási hagyományrendszer, amelyben valaki él. És éppen ezért rengeteg olyan muzulmán van, aki nagyon őszinte Isten hitben él és nagyon emberséges módon, toleráns módon, nagyon nagy szeretettel az iszlám misztikusok rengeteget beszélnek a szerető Istenről. Tehát megjelenik az iszlámon belül ugyanaz a fajta Isten kapcsolat, mint amelyet a kereszténységben is ismerünk. De azt azért világosan kell látni, hogy sajnos az iszlámnak a legszentebb könyvében, a Koránban nagyon hangsúlyosan ott van az erőszak Jelenlét, ennek a hatalmas Istennek a, az erőszakkal való terjesztése, vagy a, a világ meghódoltatása az ő számára. Az iszlám egyszerűsége azt is jelentette, hogy bizonyos dolgokban Mohamed, mint egy engedményt tett a követőinek, például elhatározta, hogy négy feleséget szabad egy embernek venni. Ez is egy, egy ilyen engedmény. Volt, illetőleg azt is szolgálta, rengeteg háború volt, nagyon sok férfi meghalt, és neki nagyon sok ember kellett. Tehát ez praktikus is volt, hogy egy férfinek sok felesége és sok gyermeke lehessen. Csak zárójelben jegyzem meg, és mind, megint egy kicsit sötétebb területe az iszlámnak, hogy Mohamednek magának pedig nem csak négy felesége volt, hanem nagyon-nagyon sok. És hát annyira sok, hogy ez már a követőinek is kicsit furcsa volt. Itt a korámba belekerült, a 33-as szúrában erről hallunk, hogy Allah egy külön engedélyt adott Mohamednek erről, hogy neki sok felesége lehessen, és ez nem róható fel neki vétkül. Voltak ezek között egészen fiatalok, sőt, kisgyermekek és akiket ő feleségül vett. Maradjunk akkor a Koránál, hogyha ez így többször is szóba került, és a korának a, a Bibliával való összevetését vegyük nagyító lencse alá. Vannak, akik egyfajta, mondjuk így, hogy folytonossági sorrendet akarnak, vagy szeretnének fölállítani. Ugye van az Ószövetség, van az Újszövetség, és végül mindennek a kiteljesedése, kinyi, utolsó és végső kinyilatkoztatásként a Mohamednek adott kinyilatkoztatás a Korán. Hát erre mit szóljunk? Az iszlám hittű emberek így is gondolják, tehát, hogy Mohamed a proféták pecsétje, és benne teljesedik be a kinyilatkoztatás. Mi keresztények úgy látjuk, abban hiszünk, hogy a kinyilatkoztatás teljessége Krisztus, akiben az Isten önmagát föltárta és önmagát adta a világnak, és ami Mohamedben történik, az nem egy, nem egy új kinyilatkoztatás. Ő ezekből merít a maga egyszerű, félig, ahogyan említettem, nyitott kereső módján, félig egy ilyen érdekes vallás alapítóként. És hát ennek a gyűjtésnek a során nagyon sok torzulás is bekövetkezik. Ő nagyon hamar egy világhódító vallást alapít egy hata, tehát egyesíti az arab törzseket és néhány évtized alatt aztán letarolják az egész közel-keletet és Észak-Afrikát. Tehát ez rögtön Mohamed életében indul, aztán az ő halála után teljesedik be, de ez néhány évtized leforgása alatt megtörténik. Tehát egy hatalmas, dinamikus és hódító vallás születik meg. Vagyis mi úgy látjuk, hogy, hogy emberi kombinációból születik ez a, a, a különleges új, Vallás és sajnos belekerül egy-két negatív pont is, amely mind a mai napig hat a történelemben tehát vallási értelemben akkor az ő úgymond szövetsége nem új. A mi új szövetségünkkel ezt akkor le kell itt határozottan szögeznünk, hogy a kinyilatkoztatás lezárult, és se korán, se későbbiek, a mi hitünk szerint mormonkönyve és egyéb kinyilatkoztatások már nem léteznek, nem fognak jönni. Én azt mondom, hogy hallgassunk egy kis zenét, és akkor utána térjünk át egy másik témára. hallgatóink, önök továbbra is a Hitkapuja című műsort hallják, Székely János Püspök atyával és Kindelmann győzővel. És ott hagytuk abba, hogy a kereszténység meggyőződése hite szerint Krisztusban a kinyilatkoztatás lezárult. Ebben azt akarjuk megfogalmazni, hogy Isten Krisztusban mindent átadott és mindent föltárt, valóban egész önmagát ajándékozta az embernek. Benne az isteni élet, az isteni világosság az Ige, testélet, és megjelent a mi számunkra, vagyis ezt fölül nem lehet. Isten ennél többet és mást mondani nem tud. De ez nem jelenti azt, hogy ezt a titkot, ami Krisztusban föltárult, teljes egészében, 2000 évvel ezelőtt az első tanítványok megértették. Ebből csak egy kicsikét fogtak föl, és ez a folyamat, ahogyan Krisztus titkát megértjük, ez azóta is tart. Tehát ilyen értelemben a kinyilatkoztatás megértése, az, az folyik mind a mai napig, és ebben sok minden segít bennünket. A szenteknek a tanúságtétel, a hiteles élete, a tanítóhivatalunk, az, a híveknek a hitérzéke, amelyik egyre mélyebben megérti a hitet. Sőt, akár a magán kinyilatkoztatások is különleges élmények, amiken át nem mást és nem többet, de Krisztus titkából valamit világosabban megláthatunk a magánkinyilatkoztatásokról, azt hiszem egy teljesen külön műsort fogunk majdan szerkeszteni. Viszont azt azért el szeretném mondani, hogy a hitkapujában szeretnénk az egyes témakörök köz könyveket ajánlani, hogy ezt a múltkor ígértem, most is megteszem. Ezek segítenek a tovább gondolkodásban bennünket. Európa egyik legnagyobb biblikusa, Joachim Nélka írt néhány éve egy könyvet, amely hazánkban is megjelent. A címe a Biblia és a Korán. Ebben nagyon-nagyon szépen összeveti a Bibliát a Korán állításaival, és a műsorunkban tárgya nál valószínűleg sokkal bővebben megismerhetik majd a különbségeket és a keresztény álláspontot is. Most pedig térjünk át egy másik világvallásba, ahogy már a műsorunk elején is jeleztem, ez pedig a buddhizmus. Vizsgáljuk meg az egyes tételeit a keresztény tanítás szemszögéből. És meg atya, hogyha nem ismerem teljesen a buddhizmust, ezt azért be kell, hogy valljam, de nem tudom igazán eldönteni, hogy egy életfilozófiával állok eszemben, vagy pedig egy vallással, amikor a buddhizmus tanulmányozom. Ez egy nagyon jó kérdés, és hát sok vallástörténész ezen vitatkozik is, hogy igazi vallás-e. Van, aki így fogalmazza meg, bár ez talán egy kicsikét túlerős és túlzás is, hogy ateista vallás. De valóban a, a leglényeget talán nem, tehát nem vallási gyakorlatok, nem olyan értelmi imádság, mint a kereszténységben, ami egy személyek közötti párbeszéd, hanem sokkal inkább egy lelki út az aszkézisnek, illetőleg a, az elmélyülésnek egy különleges útja, ami a, a buddhizmusnak a követőit elvezeti a, a nirvána, a beteljesedés, a végső valóság felé. Hogy jobban értsük a buddhizmust, azt is világosan kell látni, hogy ez tulajdonképpen egy vallási reform a hinduizmuson belül. Indiába 1200 táján érkeznek indogermán népcsoportok, és elég erőszakos módon meghódítják az indus völgyét, hozzák a maguk nyelvét, amirokon az indoeurópai nyelvekkel, és hát így születik meg az ősi hindu vallás, a védikus vallás, amelynek a, a gyökerében szintén látomások, különböző égi tapasztalatok, vagy hát ennek tartott jelenségek vannak. Arról is hallunk, hogy ez az ősi indogermán. Vallás valami különleges szert is hozott, ami nem tudjuk, hogy alkohol vagy valami gomba volt, de egy ilyen érdekes kábulatot okozó szer, és a védákat kezdetben mindig ilyen különleges állapotban levő személyek diktálták vagy kapták, tehát a különleges isteni tudást ilyen módon szerezték. Így születik tehát ez az ősi brahmanista vallás, vagy ősi védikus vallás amelyben az utolsó, utolsó évszázadokban, tehát Budha előtti utolsó évszázadokban megjelenik a lélekvándorlás tana is, ez már az upáni megfogalmazódik. És ezt a tant, annak ennyi, Butha nagyon sok tanát az ősi védikus vallásnak elutasítja. De a lélekvándorlást átveszi, ahogyan később más újító irányzatok is ezt az alaptanítást, a lélekvándorlás tanát átvették. Buddha maga a 6. illetőleg 5. században élt Krisztus előtt Nepálban ö, született és egy, egy uralkodónak volt a gyermeke, a Sákják fölött uralkodó ö, hercegnek volt a, a gyermeke Gautama Siddhartának. Hívták ez Buthának a, az eredeti neve, Buddha maga ez az elnevezés azt jelenti, hogy megvilágosodott, és ez egy nagy vallási élménye után kapott neve lesz. Egy nagyon szép helyen éltő és nevelkedett a régi leírások, úgy mondják, hogy szinte soha nem is hagyta el ezt a paradicsomi szépségű palotát és kertet. Megházasodott 16 éves korában, azonban volt egy nagyon megdöbbentő látomása vagy élménye, amit a négy látomásnak neveznek, ez szerint ő kikocsikázott a, a, gyönyörű palotából, és látott öregembert, látott beteget, látott haldoklót, és végül látott egy ilyen vándor profétát, aki kereste a vagy vándor tanítót, aki kereste a, az élet igazi értelmét. És ez annyira megdöbbentette a világban látott rengeteg szenvedés, meg a halál, hogy elkezdett ezen úgy töprengeni az addigi világából, abból a szép palotából, ez hiányzott. És nem sokkal később született meg Butának a gyermeke, az első gyermeke, és ebben ő megint azt érezte, hogy, hogy véglegesen kötődik ahhoz a bezárt szép kényelmes, de kicsit üres életéhez, amiben addig élt, és a gyermeke születése után nem sokkal ő otthagyja ezt a palotát, a feleségét, a gyermekét, és elmegy, hogy az élet igazi értelmét megtalálja, hosszasan keres, és végül egy fa alatt ülve megvilágosodik, tehát rájön a létezés igazi értelmére. A négy nemes igazságra, hogy a nő megfogalmazza, és később aztán egy életen át ő ezt a tanítást hirdeti. A négy nemes igazság lényege az az, hogy Butha keresi, hogy mi az oka a szenvedésnek, és azt látja, hogy mindenben van szenvedés. Még a boldogságban is és, és őt ez, ez zavarja. És azt állítja, hogy a szenvedés oka a túlságos vágy, a mohóság. Az ember nagyon vágyik arra, hogy boldog legyen, hogy szeressék, hogy szép legyen, sikeres legyen, gazdag legyen, és ez nem történik meg egészen, az emberettől boldogtalan. És Butha azt mondja, hogy ebből van kivezető út. És az alapkivezető út, mert ez hosszasan kellene Megint csak elmondani. De Butának az alapválasza az, hogy nem szabad túlságosan vágyni semmire. Sőt, ő egyenesen így mondja, hogy írtsuk ki a vágyainkat, és akkor nem lesz szenvedés, akkor semmit nem tudnak elvenni tőlünk. Van ebben valami igazság, és talán nekünk, nyugati embereknek van is ebből mit tanulnunk. A nyugati ember szinte belefeszül az erőfeszítésbe, vagy belerokkan ebbe a küzdelembe, hogy mindent átalakítsunk a vágyaink szerint, autósztrádákkal teleszeleteljük a világot, a saját testét nem fogadja el a, a modern ember, és magát is alakítgatja. A keleti ember, vagy hát leginkább butha, de ebben ő örökli a keleti embernek a tágabb értelembe vett mentalitását is. Ő azt mondja, hogy hogy jó ez a világ úgy, ahogy van. És te is jól vagy úgy, ahogyan vagy. Nyugodj meg, ülj le a falá, simulj bele az ősi harmóniába, ez a boldogság. Nem kell semmire nagyon vágyni, nem kell semmit akarni. Tehát van ebben valami igazság. Van azonban, legalábbis keresztény szemmel nézve, valami téves és és tévútra vezető is. Butának az alap kiindulása az, hogy mit kell tennem, hogy én ne szenvedjek, hogy nekem semmi se fájjon. Ez tulajdonképpen egy kicsikét önző kiinduló pont, és Butha ezért egy óriási áldozatot hozat, vagy hoz meg, azt mondja, hogy írst ki a vágyaidat, vagy és vágd el a szálakat, amik a külvilághoz kötnek, vagy a másik emberhez kötnek, hogy ne számítson. Hogy szeretnek, vagy nem szeretnek, hogy a világ körülötte, hogy valaki mellette, mondjuk éppen szenved, meghal, stb. Vágd el ezeket a szálakat, te szép nyugodtan ülj a falat alatt egy kedvű mosolyjal. Tulajdonképpen a szeretetre való képességét áldozza föl az ember, azokat a szálakat vágja el, amik a másik emberhez kötnék, egy nyugalmat ér el, de kicsikét a halál nyugalmát, és hát emögött ott van úgy gondolom egy nagyon pessimista, legalábbis a mi szemléletünkből nézve, egy pessimista világkép. Ugyanis Buddha soha nem gondolja azt, és soha nem mer abban hinni, hogy az Isten engem szeret. Ilyesfajta szál Isten és ember között nincs. Az egyes embernek semmi köze a személyes Istenhez nincsen. Ilyesfajta személyes kapcsolat nincs. A, a buddhizmus, mint nagyon sok távol-keleti gondolkodásmód, lélekvándorlásban hisz. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy az egyes személynek a fontossága nagyon-nagyon lecsökken, szinte eltűnik. Mert az a személy az előző életében XY egy másik volt, tehát ő tulajdonképpen az én mostani életem, a Székely János féle élet, az csak egy lélek történetében egy kis fogaskerék. Senkit nem érdekel, ez el fog múlni. a fejlődés hordaléka, az istenségnek semmi köze ehhez nincsen. A végén maga a lélek is el fog múlni. A végállapota nirvána ami szó szerint azt jelenti egy elfújás, mint hogy a szél elfújja a dolgot, kioltódás, ahogy az öntudat kioltódik, a vágyak kioltódnak, vagy lehetne így is fogalmazni, megsemmisülés. Az örök óceánba ezek a lélekpatakok belefolynak, az Istenség magába fajja a világot. A végállapot a semmi, a megsemmisülés, és Buddha, mint ezt tanítaná, hogy úgyis mindent elveszítesz, úgyis minden elmúlik. Azért ne kötőd semmihez. Kiméld meg magad elő, előre az elszakadás fájdalmától. Ez tulajdonképpen egy élve végrehajtott halál. Ahogyan ő meg is fogalmaz egyiken, ezt mondja: Egyetlen létező sem örök. Amikor a megismerésben valaki meglátja ezt, nem érinti többé a szenvedés. Tehát, ha rájön, hogy elmúlik, vagy máshogy ezt mondja: minden múlékony. Számtalan világrendszer keletkezik és múlik el állandóan. Tehát semmi nem örök, ne kötődj semmihez. Krisztusnak az alapszemlélet egy gyökeresen más, mint Buthának. Krisztus alapkérdése nem az, hogy mit kell tennem, hogy én ne szenvedjek, hanem az, hogy mit kell tennem, hogy szeressek. Ő azt mondja, hogy szeretetből lett ez a világ, és mi is arra születtünk, hogy szeressünk. És nem baj, ha ezért a szeretetért szenvednünk is kell. Szeretni ezt is jelenti, mint mások terhét magamra venni, a fájdalmából valamit átvenni. Nem véletlen, hogy a kereszténység alapszimbóluma nem a mosolygó butharc, amelyik egykedvűen nézi a világ számtalan vagy töménytelen szenvedését, hanem a keresztre feszített Istennek az arca, a szenvedélyesen szerető Isten arca, Jézus azt mondja, hogy ne féljünk kötődni, mert semmi sem múlik el. Mindennek lesz beteljesedése. Ez egy gyökeresen optimista világnézet. Tehát van, van egy nagyon mély különbözőség a kétfajta világszemlélet között, megint csak hozzá hozzátéve, hogy az egyes buddhista ember nyilván fölé emelkedik a rendszernek, amiben él, és nagyon sok pozitív elemebben benne van, és nagyon sok szeretet, meg nagyon sok imádság, Isten kapcsolat. Többször is említetted itt Püspök a reinkarnációt, mint az egyik fő jellemzőjét a buddhizmusnak, és hát tulajdonképpen a hindu vallásnak is. Egyes felmérések szerint egyre több keresztény is itt nyugaton hisz ebben a jelenségben. Szerintük semmi ellentmondás nincsen a lélekvándorlás és a kereszténység között. Mielőtt erre a témára egy kicsit bővebben is kitérnénk, hallgassunk meg egy bejátszást arról, hogy keresztény emberek itt Budapesten ma a 21. században hogyan gondolkodnak a lélekvándorlásról már maga a szó is egy kicsikét olyan komikus, mert én úgy gondolom, hogy a lélek az nem tud vándorolni. De hogy igazából van-e lélekvándorlás, vagy nincs, számomra egy kicsit a keresztény antropológia tud választ adni erre. Én ezt úgy gondolom, hogy amikor megfogan az élet, a pszichofizikum mondjuk így, akkor abban a pillanatban az Úristen megteremti a lelket ehhez. És megszületik az a szellemi személy, amely azt tudja mondani magáról, hogy én vagyok. És ez az, amiről azt gondolom, hogy az nem tud, tud nem tud tovább vándorolni, mert az én vagyok egyszerű, kimeríthetetlen, és ez a lélek, ez együtt él azzal a pszichofizikummal, amelynek a eleje a fogantatásnál van, a vége pedig a természetes halál pillanatában érkezik el. Egyszer így gondolom, egyszer úgy, mert semmi bizonyíték arra, hogy van, és arra sincs bizonyíték, hogy nincs. Én azt gondolom, és úgy hiszem, hogy lélekvándorlás nincsen, nem létezik ilyen, hogy a lelkünk Átvándorol más testbe, de a legbiztosabb az, hogyha száz év múlva megkérdez engem, mint Lincscsúi császárt, és akkor biztosat tudok mondani e tekintetben. Lélekvándorlásba én abszolút nem hiszek, nem is lehet. Ez logikailag is ellentmondana a föltámadáskor, amikor visszakapjuk testünket, ugyan melyik testünket kapnánk vissza. Hát az az igazság, hogy ez egy igen érdekes kérdés, és már sokat gondolkodtam is rajta, de valahogy ezt is, azt is el tudom hinni. Nagyon sokat beszéltek róla, hogy létezik, van, és tulajdonképpen el is lehet képzelni. Bár a második gondolatom utána, meg az, hogy tulajdonképpen a jóisten megteremti az embert, és abban a, abba a pillanatban kapja tőle a, a lelket. Tulajdonképpen az a véleményem róla, hogy rábízom magam a jó Istenre. Biztos ő tudja legjobban, hogy ez hogy van. Én hiszek a test feltámadásában, ezért a lélekvándorlás tanát így nem hihetem, bár el lehet játszani a gondolattal, de minden ember egyedi, utánozhatatlan személy. És itt nagyon fontos szerintem a személyesség. Krisztus személy szerint szeret, Isten egyedinek alkotott. Tehát szerintem egyszer él az ember a Földön, és ha hiszek a feltámadásban, nem ihetek abban, hogy egy másik testben újjászületek. születek. Az élet egyetlen nagy esély arra, hogy megismerjük az igaz szeretetet, és azt szerint cselekedjünk. Ez volt tehát a megkérdezettek véleménye a reinkarnációról, viszont mi az egyház álláspontja, Püspök Nagyon érdekes véleményeket hallottunk, és egyik másikhoz talán érdemes egy-két megjegyzést fűzni. Van, aki úgy nyilatkozott, hogy egyszer így gondolom, egyszer úgy bizonyíték nincs erre se arra. Van, aki azt mondta, ezt is, azt is el tudom hinni. A keresztény embernek a hozzáállása minden fontos létkérdéshez ö, alapvetően az, hogy a, az Úristen adott nekünk értelmet és szabadságot, és azért adta, hogy használjuk, hogy keressük Őt, hogy próbáljuk megérteni. Tehát Ő azt szeretné, hogyha a, az Ő titkát is, és a, az emberi élet titkát is keresnénk és megértenénk, és nem egyfajta ilyen ö, kicsit passzív álláspontra helyezkednénk, hogy egyszer így gondolom, egyszer úgy. A keresztény ember mindig próbálta megérteni a, az életének az értelmét és célját, és erre van is módunk, tehát az értelmünket az Úristen azért adta, hogy a valóságba behatoljon, és azt megértse. Hadd mondjak néhány szót magának a, a lélekvándorlás tanának a keletkezéséről és hátteréről. A tanítás Ahogyan említettem, tehát nem Buddhától ered, hanem még a védikus vallásban megszületik. Egy késői fázisában ennek a, a vallásnak a, a védáknak a kialakulásakor, nem sokkal Budha előtt. A vallásnak a logikáján belül ők úgy érvelnek, hogy minden tettnek van okozata, következménye, minden oknak van okozata. És az életünkben teszünk rossz tetteket is, meg jó tetteket is. És ha valaki meghal, akkor kapható égi utalmat, de az életének van nagyon sok rossz következménye is. És emiatt kezd kialakulni az a vélemény, hogy valamilyen módon ezt is neki még át kell élni, a rosszat, amit okozott, vagy le kell vezekelnie. És egy vissza kell jönnie, tehát a lélek miután kapott esetleg a jó tetteiért egy mennyei jutalmat, vissza kell, hogy térjen egy másik testbe, hogy vezekeljen. És ezt a kármánt, a következményt, a sorsot, amit ő okozott, a tetteivel ezt valamilyen módon végig kell élnie és le kell vezekelnie. És hát aztán megfogalmazódik a vágy is arra, hogy hogy lehet ebből a végtelen körforgásból kiszabadulni. Tehát valahogyan így képzelik el, hogy a negatív dolgok következményeit kell az embernek hordoznia, hosszú életek sorozatán keresztül. Na most bocsáss meg, Püspök atya, hogy gondolatmenetet megszakasztom, de nekem ezzel kapcsolatban van egy logikai problémám. És ez a következő, hogy ha, ha az újjászületések oka ugye az az, hogy, hogy egyre inkább tökéletesedjünk mindig az újabb és újabb megtestesülésben, tehát az életünkben, akkor számomra most józan paraszti észel, csak akkor volna értelme, hogyha a, a ha újjá mindig arról a pontról indulhatnánk el, ameddig az előző életünkben eljutottunk. Ha viszont ismét mindent nulláról kell, előről kell kezdenünk, akkor mivel nem emlékszünk semmire, értelmi és erkölcsi fejlődésünk szempontjából most csak ezt a két dimenziót emelem ki, szerintem teljesen felesleges vagy illogikus ez az újjászületés. Igen, tehát az alapemberi tapasztalat ennek teljes mértékben ellentmond. Hát minden ember, amikor megkezdi az életét, egy önálló új személyiség, és nem úgy éli meg magát, mint nem tudom, Napóleonnak a, a, következő élete, és nem hordozom az ő tapasztalatait, nem tudok rá építeni. Ha, ha úgy volna, hogy minden lélek folyamatosan tisztul, akkor az emberi történelemnek is egy gyönyörű szép tisztuláson kéne átvezetni, ezt se feltétlenül látjuk, hogy, hogy ez valóban így lenne. Tehát az egyszerű emberi tapasztalat egyáltalán nem igazolja ezt a tézist vissza. És hát nekem van még egy nagyon ö, fontos meglátásom. Tegnap a műsorra készülve úgy, úgy próbáltam én is gondolkodni és vitatkozni magammal, bár nem vagyok tudathassadásos. Ö, és arra gondoltam, hogy Önmagában magában is illogikus keresztény szemmel ö, arra gondolni, hogy hogy életek sorozatán keresztül tökéletesedhetünk, hiszen mi azt valljuk, hogy a, a bűneinktől nem saját magunk erejéből, nem saját magunk szabadultunk meg, vagyis nem önmagunkat vágyjuk meg, hanem, hanem Jézus Krisztus ezt már megtette nem csak velünk, hanem az egész emberiséggel. Tehát lehetne most mondjuk erről nagyon sokat vitatkozni, de hogy ha valaki keresztény emberként, és itt most ezek nem ö, tudományos, logikai meg egyéb megközelítések, hanem pusztán az, hogy én keresztény ember vagyok, már csak. Emiatt sem szabad nekem a lélekvándorlásban. Hinnem is a kettő kizárja egymást. Természetesen, és hát a válaszok között nagyon bölcs válaszok is voltak, ezt is említsük meg. Nyilvánvalóan a személy fogalmával teljesen ellenkezik a lélekvándorlás. Tehát a lélekvándorlásban eltűnik annak a világos látása vagy tudása, hogy, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen az öntudata az abszolút szabad, szuverén döntése, az ő életének az eseményei, ami egy szemét összetesznek, az teljesen megismételhetetlen. A lélekvándorlásban ez eltűnik, és egy kicsit egy szemételen világszemlélet alakul ki, amelynek van talán látszó, vagy hát születnek ebből pozitív dolgok is, egy nagy-nagy tolerancia, nyugalom, békesség, de, de sajnos ténylegesen ez a, a személyi méltóságnak a tudata, a személyes kapcsolat Istennel. Tehát nagyon sok minden elgyengül ebben a fajta életszemléletben. Talán még azt is érdemes hozzátenni, hogy a lélekvándorlás legalább sok vallás történés szerint a kasztrendszer ideológiája, tehát ebben is próbál segíteni, hogyha valaki egy alsó kaszba született, akkor bizony, hogy a következő életében egy magasabb kaszba kerülhet. Így igaz, én azt hiszem, hogy erről még sokáig beszélhetnénk, sőt, meg is fogjuk ezt tenni, de már csak a következő műsorban. A következő héten ugyanebben az időpontban a Bibliáról fogunk beszélgetni, egész pontosan a kinyilatkoztatásról, mert a Bibliában foglaltatik, és talán ennek kapcsán még a Biblia és a, a lélekvándorlás összefüggéseiről fogunk egy gondolat visszatérni a mai témánkra. De ahogy mondtam, nagyjából ma ennyi fér bele a, a, a műsorunkba, hogyha mindenről bővebben szeretnének tájékozódni, ismét még egy könyvet ajánlok a figyelmükbe, kereszti rókus apologetikáját, mely a kereszténység más világvallások között címet viseli. Mi pedig ezzel búcsúzunk, de önök még tovább gondolhatják mindazt, amit hallottak. Jövő héten tehát ugyanebben az időpontban ismét hallhatják a Hit Kapuja című műsort Székely János Püspök úrral és Kindelman győzővel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre kiemen!